Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás augusztus 13-áig. Hétfő az itt látható, hiszen a hold uralkodik a hétfői nap felett. A hold szimbolizálja az anyukát, az anyai érzelmeket, de a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket is. Ezen a napon, tehát augusztus 7-én, hétfőn eléri a hold Ráhút. Ráhú az a felfele mozgó kármikus csomó, megnagyobbít, megvilágít valamit, és jelent egy új irányt, egy új kezdetet, egy új életterületet, tehát utal változásokra. És mit mutatnak a kártyák? Itt a hétfői napon még megjelenik a felhő. Akkor is, ha lesz egy új irány vagy változások, de mégis valami még átláthatatlannak tűnik. Ez kihat az érzelmeinkre, az is lehet, hogy az anyukával vannak témák, és nem tudod, hogy mit akar, mi a terve, hiszen ez a felhő olyan, mint egy fátyol, nem látsz át a dolgokon. A keti napon Mars bolygó uralkodik, ami jelenti az élet erőnket, de jelenti a férfiakat is. Ezen a napon, tehát ketten lesznek feszültségek, lesz egy kihívás, hiányzik a harmónia, hiányzik a belső egyensúly, megnehezíti ez az energia a döntéseket, hiszen nem tudjuk, milyen irányba kellene tekinteni, milyen döntést kellene hozni, hiszen itt mérlegelni kellene a dolgokat, de ez most nagyon nehéz, hiszen megvan ez a feszültség, ez a kihívás. És mit mutatnak a kártyák? Itt a házról van szó, az jelenthet egy ingatlant, annak a vásárlását vagy bérletét például. De a ház jelenteti az otthonodat, a környezetet, a szomszédokat, vagy utalhat a szülői házra, a rokonokra is. Tehát ott vannak a feszültségek. A szerdai nap felett Merkur bolygó uralkodik, jelenti a tudást, a mozgást, az eseményeket, a kapcsolatokat, esetleg szerződéseket, és mit mutat a kártya, milyen témák vannak szerdán. Itt tényleg tudásról van szó, esetleg továbbképzésről. A könyv jelenthetné a titkokat, ha csukva lenne. De ez a könyv nyitott, tehát megvan arra a lehetőség, hogy szertan, nyitottan beszélj valakivel, például érzelmekről, vagy tervekről. A csütörtöki nap felett Jupiter bolygó uralkodik. Ez jelenthet igazságot, vagy mutatja az igazságtalanságokat is. Amit Jupiter bolygó még jelent, ez a szerencse, hiszen Jupiter az a szerencse bolygója. Itt lesznek változások, erre utal ez a gólya, és ez a változás szerencsét hoz. Ha benne vagy egy bírósági ügyben, akkor a gólya jelenti a változásokat. A pénteki nap felett Vénusz bolygó uralkodik, ez a szerelem bolygója, de jelent bennünket hölgyeket is. Mi várható pénteken? Itt kisüt a nap, tisztázódik valami,
a nap láthatóvá tesz valamit vagy valakit, ez lehet egy találkozás, és jelenti a te szép, magabiztos kisugárzásodat is. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója. Segít abban, hogy bizonyos terveket megvalósítsunk. Szaturnusz bolygó uralkodik a szombati nap felett, és megnézzük, hogy mi várható. Itt a csillagok szerencsét hoznak, vagy jelentett egy spirituális területet, vagy a megfelelő időpontot, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, ahol minden úgy alakul, ahogy a csillagokban ez meg van írva. Itt középen a nap szimbóluma látható, és a nap uralkodik a vasárnap felett. Ezen a napon, vasárnapon, Vénusz bolygó és a nap együtt hat. Vénusz bolygónál szerelemről van szó, a nap megvilágítja ezt a témát, vagy tisztázódik valami a párkapcsolatot illetően. Itt a koporsó jelentheti azt, hogy egy régi kapcsolat visszatér, vagy azt is jelentheti, hogy ti lezártok valamit, például ő lezárja a volt kapcsolatát, és akkor a Vénusz bolygó és a nap hatása alatt, hiszen együtt hatnak, majd tisztázódik valami, hiszen akkor beszél majd ezekről a dolgokról. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!